már több mint 40 éve foglalkozik Dulin Jenő a vitorlázás történelmével, idén pedig elkészítette a Sportág enciklopédiáját. A könyv 26 fejezeten keresztül a kezdetektől egészen napjainkig mutatja be a honi vitorlázást. Tényekről szól, nem történetekről. Mi azonban az utóbbiakra is kíváncsiak vagyunk, ezekből szemezget hónapról hónapra minden egyes Skipper magazinban Dulin Jenő. Fertőtó az egy roppant furcsa tó, mert nyáron kiszáradt, télen meg olyan árvíz van, hogy a szomszéd községeket is veszélyezteti. Most ez nem mai keletű. Az emlékezetemben matatok, akkor azt mondom, hogy 1878-ban olyan mértékben apadt le a tóvize, hogy nem lehetett menni, a hajókat el kellett volna itt szállítani, hogy szárazon maradtak, mert nem lehetett vizet enni őket. Néhány esztendő múlva azonban olyan magas lett a vízállás, az átlagos vízmérség 2,5 méter volt, ami a napjainkban sincsen egyébként. Beszéljünk a másik tóról, a Velencei tóról. Velencei tó érdekes módon, az is egy ilyen mesterséges tó, és annak a vízszintje is állandóan változik, meg az a nagy nádrengeteg, ami a tavat körbeveszi. A Velencei tó vitorlás sportja nem a 60-as évek elején kezdődött, hanem jóval korábban, hiszen 1920-ban Sebők Sándor, a Vitorlási Jachtszövetség akkori főtitkára evezős csónakkal járta be a vízterületet, és rájött arra, hogy itt nagyszerűen lehet vitorlázni, attól kezdve alakultak klubok, meg vitorláztak. Az első hajó az egy földrajztanárnak, az Ibu nevű hajója volt, mondom a Tiszatavat, amelyik hazánk második legnagyobb vízterülete, és a Tisza átfolyásával télen-nyáron lehet mozogni, gyönyörű csor, természetvédelmi terület, csoda. Oda érdemes elmenni és megnézni. Ott több kikötő van, Abátszalókon kívül mindenféle más helyeken, csomó vitorlás van, és ott ráadásul a Vitorlás Szövetség meg sportklubok kezdeményezésére nagy versenyeket hívtak oda le. Többek között az országos bajnokságon részeként a 49-es skiffeket vitték oda, az a 49 elnevezéssel talán jobban ismeri valaki ezt a dolgot. Ott a bajnokság részét bonyolították le, igen nagy nézősereg nézte végig a vitorlás versenyeket. Még egy dologról kéne szólni, ha a vitorlázás kapcsán beszélünk, ez pedig a szörf. Na most ugye a szörfsport néhány év alatt a világhódító útjára indult, és elterjedt az egész világon. Na most mi ennek az oka? Nagyon egyszerű. A sporteszköz egy egyszerű deszka. Magyarországon próbálták magyarítani ezt a szörföt, ami nem volt egy nagy sikeres. Megboldogult szegény Gál Imre próbált ezt viszkának, meg vízi deszkának, meg mindenféle nevezték. Hát, hogyha erre gondolunk, hogy viszka, mi az a viszka? Vízi deszka, ugye? Ebből indultak ki.